Megérkezett a hátrányos helyzetű családokból néhány, akik most veszik át az iskola kezdéshez nélkülözhetetlen tanszercsomagokat a Vöröskereszt Baranya vármegyei szervezetének pécsi székhelyén. Az érintettek hálásan köszönik a támogatók segítségét. Mindezek nagy hiányt pótolnak számukra, hiszen ez nekik az anyagi nehézségeiken segít, gyermekeik pedig hozzájutnak azokhoz a felszerelési tárgyakhoz, amelyek az új tanév indulásánál szinte nélkülözhetetlenek. A tornacuccokat azt betudtuk, inkább a ruházatot, amit fontosnak találtunk inkább, ami most be tudtunk szerezni, és a többit így önök által még be tudtuk szerezni. Tavaly 3800 darab tanszer jött össze a gyűjtésből az iskola kezdés időszakában. Ilyenek, mint füzet, radír, toll, nájlonborító, körző, vonalzó. Idén 5400 darab származik az augusztus végén történt gyűjtési akcióból, amelyet a Vöröskereszt Baranya vármegyei szervezete végzett a pécsi és vármegyei bevásárlóközpontokban. Számolt be a sikeres akcióról Udvaros Renáta, a szervezet vármegyei igazgatója. Másfélszer annyi adomány érkezett. Úgyhogy a tavalyinak körülbelül 2 millió forint volt az értéke, most ahogyan becsültük így a kollégák, ez körülbelül ilyen 3 millió forint értékre becsültük. 550 adományozó tette ezt a kosarunkba, akinek köszönjük szépen. A múlt héten már kiosztásra kerültek ugye a területi irodáinknál, tehát Komlón, Szigetváron, Siklóson, Mohácson már kiosztották a kollégák a tanszereket, tanszercsomagokat. Az évfolyamoknak megfelelő füzetek, címkék, vonalzók, körzők voltak az összeállított csomagokban. Ami megmaradt az egységesen készített csomagok tartalmából, azokat a bázisiskolákhoz juttatták el a szervezet munkatársai. Ők pedig ugye a napközis tanárokon keresztül mindig annak a diáknak adnak majd plusz elfogyott vagy megtelt kockás füzetet vagy vonalast, akinek éppen kell. Úgyhogy most jelen pillanatban 450 gyermeknek az iskola kezdését tudtuk ebben az évben támogatni, úgyhogy ezt köszönjük szépen a támogatóinknak. Az pedig, hogy jó helyre érkezik a segítség, biztos. A területi irodáink ugye a maguk ismeretségi körében a szociális irodákkal együtt működve kapták meg azoknak a családoknak a névsorát, akik rászorulók, rászoruló gyermekeket nevelnek. Ők megkapták már a múlt héten az iskola kezdés előtt a tanszereket, és most pedig ugye a mai nap az utolsó ilyen tanszerosztásunk, ahol itt a pécsi szociális irodáktól kapott névsorban szereplő gyerekek kapják meg. Az idei igencsak sikeres gyűjtés köszöni a Vöröskereszt Baranya vármegyei szervezete is minden jó szándékú támogatójának.